A migrációt adottságként kezelő és annak ösztönzésére építő brüsszeli politika veszélyes Európára és káros az afrikai országoknak is. Erről Szijjártó Péter beszélt, miután Eritrea külügyminiszterével tárgyalt. A két politikus azt is hangsúlyozta, amiről viszonylag kevés szó esik, vagyis hogyha sokan eljönnek Afrikából, az veszélyezteti az ottani országok fejlődését. Titanilla. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, vendégem, jó reggelt kívánok. Akkor én most rá is csatlakoznék itt a külügyminiszter nyilatkozatára, hogy valóban, ha sokan eljönnek Afrikából, az is egyfajta kizsákmányolás ezeknek az országoknak, és pont a felemelkedésük, a talpraállásuk van veszélyeztetve, hogy ezért mondja a magyar kormány, hogy oda kell vinni a segítséget, maradjanak ott ezek a fiatalok, akik adott esetben mondjuk képzettek, segítsenek a saját országuknak. Ez így van, illetőleg a segítségnyújtásnak ugye sokfajta lehetősége van, legkézenfekvőbb az európai nulla leggyakrabban ugye pénzt szokott felajánlani, ami aztán nem biztos, hogy eléri azt a célt, amit egyébként meg szeretnének valósítani. Ugye nagyon régi krisztusi mondás, hogy tehát nem halat kell adni, hanem hálót, vagyis hogy meg kell tanítani az embereket, hogy ők hogyan tudnak jólétet teremteni, hogyan tudnak működő gazdaságot, társadalmi modellt létrehozni. Ezért például a segítségnyújtásnak az is egy nagyon remek eszköze, amit magyar kormány csinál, több száz afrikai diák tanul itt magyar ösztöndíjjal, tehát a magyar ösztöndíjjal tanul magyar egyetemeken, aminek az a célja, hogy az itt megszerzett magas szintű tudást, tapasztalatot, majd aztán a saját országában az új értelmiségi elit tagjaként hasznosítani tudja, és ezt a bizonyos újjáépítés, ezt a bizonyos hálóval való közös munkát, ezt irányítani legyenek majd képesek. Épp ezért tehát nem, hogy azt kell ösztönözni, és ez egy súlyos, hibás megközelítés az ENSZ paktumnak és az Európai Unió politikájának. Nem azt kell ösztönözni, hogy minél több mobilis, fiatal, lehetőleg nyelvet beszélő, vagy valamilyen szakképesítéssel rendelkező ember eljöjjön ezekből az országokból. Itt eritreai példa hangzott el, mert épp az eritreai külügyminiszter járt itt, aki ezzel mélyen egyetértett különben ezzel a gondolatsorral, hanem éppenséggel a helyben maradás, a helyben tartás, vagy tehetséges fiatalok képzése révén az ott lévő értelmiségi társadalmi rétegnek a megerősítésével, természetesen aztán, ha kell beruházásokkal, ha kell pénzügyi eszközökkel is, segítséget kell nyújtani, hogy ezeknek a kibocsátó országoknak a lakosság megtartó képessége erősödjön, és a gazdasági helyzet pozitív megváltozása okán csökkenjen azoknak a száma, akik a megoldást, a boldogulást az útbaindulásnak látják. Hozzátéve, hogy Afrikában, mint a NATO becslése szerint, mint egy 50 millió azoknak a száma, akik a közeli időszakokban majd terveznék az, hogy akkor ők mégiscsak Európába útba indulnának. Elvileg útba indulhatnának másfele is, de az út erre a legegyszerűbb és a legrövidebb, és Európának a migrációs politikája okán nincsenek különösebb akadályok a belépésre. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezt a munkát, amiről most beszélünk, ezt mi hamarabb európai szinten is megkezdjük, és a segítségnyújtás okán oda vigyük a segítséget, ahol szükség van arra, olyan módon vigyük oda, ahogy ott legjobban hasznosulhat, és lehetőleg pedig ne a problémát hozzuk be Európába, ahol ismételten csak itt is és ott is problémát okozunk vele. Igen, ugye májusban európai parlamenti választások lesznek, és azt jósolják, hogy ugye bevándorlással kapcsolatos, bevándorlás ellenes áttörés lesz ezen a választáson, és többek között ez is megváltozhat. Tehát a segítségnyújtásnak a módja, az ahhoz való hozzáállás is megváltozhat. Itt a magyar példa, most mondtam egyet az ösztöndíjasok tanulásával, de mondhatjuk a Hungary Helps általunk létrehozott intézményrendszer működését is. Amit már ugye Amerika is... Amerikától kezdve sokfele, tehát világszinten Vatikánban is komoly figyelmet nyert, vagyis az előbb említett témakörbe, tehát az adott helyzet specifikumait figyelembe véve olyan segítséget nyújtsunk, mint a kórház üzemeltetésébe, iskolaépítésbe, stb., amelyik az ottani életfeltételek javítását és a helyben tartást, vagy az élet újrakezdését, mert ugye a szír háborús helyzet okán az élet újrakezdése is komoly feladat, teszik lehetővé és segítik. Ez nagyon jó lenne, hogyha Európa, sőt világméretekben is hasonló akciók sokaságát indítanák el, és nem pedig alapvetően súlyosan téves és súlyos politikai következményekkel járó migrációs paktumokba gondolkodnának.
Egy picit jöjjünk haza. Itt az elmúlt napokban elég nagy volt a forgalom, például tegnap is több esetben találtak illegális határátlépőket kamionokban elbújva, embercsempészt is tartóztattak le a rendőrök Rajkánál. Mi az oka ennek a megnövekedett forgalomhoz? Az idei év, megnéztem a heti statisztikákat, és elég magasak a számok. A helyzet úgy áll, hogy több mint 700-730 fő volt, ami januárban eddig kísérletet tette a Magyarországra történő bejutásra. Egy részüket már a kerítésnél elfogták, egy részük átvágta a kerítést, és bizonyos mélységbe sikerült őket elfogni, és valóban ön is mondja, járműveken elrejtőzve egészen hihetetlen helyeken, busz alvázán. Mercedes gyárban Kecskeméten például. Tehát a lényeg, hogy van egy ilyen típusú aktivitás, ennek ez az is oka, hogy a bosnyák-horvát határon a horvát határozati szervek tevékenysége jelentősen erősödött, másrészt téli időszak van, és az az útvonal, az a bosnyák útvonal, Montenegro felé különösen nehezen járható, és sokak úgy gondolják, természetesen nem a migránsok, hanem az embercsempészek, a migránsok nem rendelkeznek ilyen típusú ismerettel, hogy talán mégis másfele kellene kísérletezni, és az utóbbi napokban, hetekben, január hónapban valóban van egy növekedés a magyar-szerb viszonylatban, de vannak kísérletek román szakaszon is. Igen, és Bihácson nagyon elég nagy a feszültség, ahogy ugye olvastam át a sajtóban, 30-an estek egymásnak két nappal ezelőtt, most elkobozták az összes szúrófegyvert a rendőrök, mert gyakorlatilag folyamatosak a feszültségek, a migránsok csoportjai között vannak már összecsapások. Hát igen, a balkáni útvonalon mozgóknak az állampolgársági összetétele 2015 óta azért jelentős változáson ment keresztül. Annak idején egyrészt mindenki szírnek mondta magát, ezt fenntartásokkal kell... És mindenki 17 és fél éves volt. Igen, ezt fenntartásokkal kell fogadni, mert hát mondjuk, ha nem tud arabul valaki, nehezen hihető, hogy Szíriából jött. De hát ugye akkor a német kancellár azt mondta, hogy a szíreket mindenkit beengedünk, ez mindenki szír lett. De azért akkor is mindegy 103 országból érkeztek hazánkba. A mostani időszakban most már a szírek, irakiak számaránya jelentősen csökkent, viszont az afgán, a pakisztáni, érdekes mondani az algériai és az iráni állampolgároknak a határunkon való megjelenése és tiltott határátlépési kísérlete számarányát tekintve jelentősen növekedett. Bakondi Györgynek köszönjük a beszélgetést. Én is köszönöm.